Köszöntöm a Sopron televízió nézőit. Mozgalmas időszakot tudhatnak maguk mögött a soproni városszépítők, de a közeljövőben is lesznek programok, és az egyesületen belül is tennivalók. Ezért kértük a stúdióba a Soproni Városszépítő Egyesület elnökét, dr. Józan Tibort. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. A közelmúlttal kezdjük. Nagy érdeklődés volt legalábbis itt a környéken, hiszen a Liszt Ferenc utca sarkán egy új utcatábla került ki, Liszt Ferenc képével, nevével, születési, haláladási dátumával és egy QR kóddal, ami egy újdonság a városban és az egyesület nevéhez kötődik. Mi ez is, és miért látták ezt fontosnak kihelyezni? Hát ez a kiegészítő tábla tulajdonképpen olyan információkat tartalmaz, és a mai korszerű telefon lehetőségekkel várost sétáló emberek gyakran megállnak olyan helyeken, ahol QR kód információhoz jutnak. Arra gondoltunk, hogy több nyelven is, tehát 4 nyelven leírjuk azokat a fontosabb kapcsolatokat, amelyek az utca névadója és a városhoz fűződő kapcsolatban találhatók, így Liszt Ferencről természetesen a soproni vonatkozású ismereteket közöljük 4 nyelven, a helyi 3 nyelven, tehát a magyar, a német és a horváton kívül angol nyelven, és természetesen vonatkozik ez a belvárosban még Bünker Reinhard táblájára is, aki talán sok soproninak is érdekes új információkat szerezhetnek. Igen, tulajdonképpen érdekes, mert az egyesület kihelyezte ezt a két táblát, de ha én jól értelmezem, egyfajta mozgalmat szeretnének ezzel elindítani. Hát rengeteg élő példakép és városban nagyon jelentős szerepet betöltő emberek, vagy országos hírű emberekről elnevezett utcák vannak, és hát az a célunk, az a szándékunk, hogy ezeknek a tábláknak a kihelyezésével minden továbbinál hasonló információt lehet elhelyezni, tehát hogy tudja, aki arra jár, hogy kiről és miért, milyen tevékenységért tartotta valamikor is fontosnak a város polgársága, hogy személyéről utcát, teret nevezzen el. Ugye azt mondták, hogy arra kérik a Sopron utcáiban lakókat, illetve a soproni lakókat, hogy ha esetleg van javaslatuk, akkor tegyék meg, hogy az ő utcájukba is kerüljön ilyen ki, illetve esetleg egy összefogással, közös összefogással, mert hát sajnos ma minden pénzbe kerül, helyezzenek ki, vagy az önökkel partnerségben helyezzenek ki ilyen táblákat. Üdvözöljük, hogyha ilyen jelentkezők vannak, szándékunk tulajdonképpen ez volt, hogy elkezdjük, meghatározzuk, kialakítsuk a formát, a tartalmat, és akkor követőket várunk. Szívesen segítünk minden egyesülésnek, minden utcalakó közösségnek, vagy az önkormányzatnak is természetesen ebben az ügyében. Az elmúlt napok krónikájához, hetek krónikájához tartozik az is, amiről a napokban mi is számot adtunk, hogy a Soproni Szemle idei második számában professzor dr. Winkler Gábor Ibl-díjas építész előtt, illetve emléke előtt tisztelegnek, de számomra egy teljesen új aspektus. Azt gondolom, hogy sokan tudják azt, hogy tehát említettem is, hogy neves építész volt, neves oktató volt, egyetemi tanár volt, de a publicista oldaláról talán kevesen tudnak. Önök, minthogyha egy picit nem feledve, hogy ki szakmailag, egy kicsit, minthogyha ennek az oldalnak állítanának emléket. Igen, a szerkesztőség sajátjának tekintette, és hát nem is ő az első példa, hogy egy-egy életműről minél többet bemutassunk. Ő a Soproni Szemle, igen, szorgalmas szerzője volt, szerzői közé tartozott, és nagyon sok útjáról, munkájáról, soproni épületekről, épülettörténeti feltárásokat írt, tehát tevékenysége igen szerteágazó az ő szükebben vett építés szakmáján kívül is. Én azt gondolom, hogy aki kezébe veszi majd ezt a kiadványt, egy olvasmányos dologot találhat, hiszen volt szerencsém személyesen ismerni professzor urat, és nagyon olvasmányos módon tudott előadni is, és gondolom, hogy írni is sokszor száraznak tűnő dolgokról.
Igen, szóval nehéz mondjuk egy adott kor építészeti megoldásait úgy átadni, hogy az a mai olvasónak is élvezetes, emlékezetes élmény legyen. Hát ez a füzet és a következő is, amelyik még a harmadik szám még mindig a munkásságával fog foglalkozni, azt is bemutatta, hogy hogy tette ő ezt a területet, tehát a műemlékvédelmet, a városkép kialakítást tulajdonképpen hallgatóinak is vonzóvá. Tehát tanítványa is megszólalnak ezekben a füzetekben. Igen, és ő neki elkötelezett szándéka volt, hogy édesapja, szintén az Iblő díjas Winkler Oszkár a munkásságát is folytassa. Egyrészt sikerült is, hiszen a ma Nyugat-Magyarországi Egyetemen ugyanazt a pozíciót is be tudta tölteni, mint korábban édesapja. Ezt csak azért is vezetem fel, mert úgy tűnik, hogy akkor a Soproni Városépítő Egyesületnek két Winkler építész is a szíve csücske, hiszen így közeleg az időpont, hamarosan a Winkler Oszkár díj átadása is eljön. Igen, Szent Mihály napján, szeptember 29-én szeretnénk több jelölt, több javasolt építményre, létesítményre, azok közül a szakma és az Egyesület elnöksége által kiválasztott egy objektumra az elismerő táblát, a Winkler Oszkár emléktáblát elhelyezni, ami hát már egy tradíció, és hát ennek a napnak előre tervezett és tervezhető eseménye. Megemlíteném egyébként, hogy a család három Ibl-díjas építészt adott az országnak, tehát a Barnabás, Winkler Barnabás is építész és Ibl-díjas elismerést kapott munkásságáért. Aki hála Isten még közöttünk van. És közöttünk van, és nagyon sok kötődése van a városhoz, ezt nagyon szívesen a város rendelkezésére is bocsátja azt a város szeretetet, ami hát a családra egyébként is jellemző. Így van, és a szakmai ismereteket is nagyon sokszor jelen van szakmai rendezvényeken is. Egy icipicit még azért arra kérem, elnök urat, hogy beszéljünk magáról a Winkler Oszkár emlékdíjról, hogy miért és milyen módon, illetve azt arról beszéltünk, hogy milyen módon kerülnek ki, de miért hozták létre ezt a díjat? Hát eredeti ötlet az volt, hogy olyan létesítményre, olyan építményre szülessenek javaslatok, amik valamiképpen a közvélemény felé jeleznek igényességet, helyzetbe, tehát a környezetbe beilleszkedő megoldást, valami erőteljes, pozitív töltést. Tehát amikor az ember elmegy mellette, előtte, akkor érzi, hogy érdemes azt megnézni közelebbről is. Tehát egy figyelemfelkeltő pozitív. Pont a citromdíjnak ugye az ellentéte, amit a tagság köréből igen sokan szorgalmaznak, hogy jó lenne a Winkler Oszkár díj mellett egy citromdíjat is bevezetni. Pont az ellenkező, tehát a rossz kivitel a környezetbe, az együttesben nem illő kivitel és hasonló jellemzők alapján. Ugye középületek is vannak már díjazva, Ligneum például, lakóépületek, tehát több lakásos lakóépületek és családi házak is, úgyhogy azt gondolom, hogy izgalommal várhatjuk azt, hogy idén ki lesz a díjazott, amit persze természetesen most még nem árulunk. Nem tudunk elárulni, mert az építészeti bizottság beszámolóját, az előhozott javaslatát szerdán fogja az elnökségnek bemutatni. Ennek a hónapnak a krónikájához tartozik még az, hogy idén 80 éves a Károly Magaslati kilátó, ami az Egyesület tulajdonában van. Hogyan tervezik megünnepelni ezt az évfordulót? Tulajdonképpen örökségvédelmi napra, 17-ére első időpontot választottunk. Ez az időpont az már évek óta visszatérő az életünkben, de hát a 80. kerek születésnapot illő körülmények között szeretnénk megünnepelni fent a Károly Magaslati kilátónál 17-én, ahova 10 óra 30-ra mindenkit szeretettel várunk, ahol tulajdonképpen a Heimleri gondolat alapján egy állandó kiállítás és megtekinthető helyi tudósok tulajdonképpen hangsúlyozottan természettudósok kiállításait, Kitájbeltől kezdve
Gombóc Endréig, de nem bezárólag Kárpáti Zoltán, és mondhatnám még a neveket, és itt mutatjuk be egyébként Winkler Oszkár tevékenységét is. A rendezvényen a hozzátartozók, a leszármazottak jelenlétében. És a helyi tudósok munkáit mellett a helyi borász borait is meg lehet majd ismerni. A gondolat igen, onnan indult, hogy Heimler erre is utalt, akkor, amikor a toronyavató beszédét elmondta, hogy az ideérkezők értékelni, megismerni és ízlelni is tudják azt a kincset, amit a soproni bort akar magát. Az egyesület tisztújítás előtt áll, 2-5 év van elnök úr háta mögött. Mikor várható, és mi az, amit esetleg kérnek a soproniaktól, az egyesület tagságától? Hát egy mozgósítást, javaslatokat szeretnénk kapni. Tulajdonképpen az ősz folyamán összpontosítunk erre a feladatra. Jövő évi közgyűlésünkön kell a tisztújítást megejteni. Én minden kedves soprani kérek, ha gondol valakire, akit érdemesnek tart, tegye meg a javaslatát, segítse a munkánkat. Kell a friss erő, az újult erő, kell mindenki, aki sopranért tenni szeretne, és az egyesület következő időszakában, bekövetkező 150. évfordulóját is kellő mértékben és tisztelettel elő tudja készíteni. A 2-5 év azt jelenti, hogy elnök úr bár nem folytathatja az elnökséget, vagy azért esetleg előfordulhat az is, hogy dr. Józan Tibor folytatja tovább az elnöki munkát? Ez nem az amerikai elnökválasztásról szól, tehát itt tulajdonképpen azt kell elmondanom, hogy a közel 150 éves egyesületnek eddig velem együtt, velem bezárólag 8 elnöke volt. Hát elnök úr, én sok sikert kívánok a következő munkáikhoz, és köszönöm az eddigi munkáját, és köszönöm a beszélgetést is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, én már a munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, búcsúzom, a viszontlátásra.